Kedves nézőink, akkor folytatódjon a közvetítésünk a harmadik félidővel, ugye a sajtótájékoztatóval, és akkor hagyományosan kezdjünk a vendégeknek a asszisztens edzőjével, ugye, aki a mai napon a vezetőedző szerepet töltötte be. Én a közvetítés során azt mondtam, hogy amíg erővel, fizikálisan bírtátok, addig egy-egybe partiba voltatok. A második félidőben viszont kijött a két csapat közti, akár minőségbeli különbségre gondolhatunk, akár erőlétbeli különbségre. Hosszabb a Halinak a padja, te hogy láttad a mérkőzést? Félig meddig értek csak egyet, az egyértelmű, hogy fölénk nőtt a haladás a második fél időbe, de nem az erőléte volt probléma, hanem inkább a kvalitás jött ki, ahogy mondtad. Sajnos az, hogy folyamatosan védekeznünk kellett és üldöztük a labdát, ez felemésztette, inkább fejbe fogytak el a játékosaink, úgy érzem, meg a gólokat nagyon rossz időpontban kaptuk, és ez nagyon legyomta a csapatot. Próbáltam utána belenyúlni, és az 5-4-ből is sajnos nagyon szerencsétlenül jöttünk ki. Meg volt a helyzetünk is belőle, de azt hiszem, hogy ez a kiállítás ez nagyon nem jött jól a jövőre való tekintettel. Nyilván utána gólt kaptunk belőle, és onnantól kezdve nagyon nehéz dolgunk volt, mert a két csapat közt a kvalitás megvan, ez egyértelmű. Amire büszke vagyok a srácokra, hogy az első fél időben ezt eltüntették, és ezt nagyon-nagyon jól csinálták. Amit elterveztünk, szerintem az 80-90%-ban működött. A másodikban már sajnos kijött a két csapat közti különbség. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk Felipe Condéval. Szokás szerint Pálmai Tamarát kérem meg a tolmácsolásra. Én azt hiszem, hogy ez a győzelem ez nagyon kellett nekünk, ugye, mert az előző két mérkőzésen siker nélkül maradtunk, egy döntetlen és egy vereség volt a mérlegünk. A véleményed szerint ez mennyit lökhet előre a csapat szekerén? Főleg én arra gondolok, amit a második fél időben nyújtottunk, mert az 2-2 után egy nagyon-nagyon magabiztos győzelmet eredményezett. He believes that we needed this victory very much because of the last two games. And he would ask for your opinion, how much could this give us, this victory, for most the second half, what we could achieve in the second half. I believe, as you spoke, our moment is not the best. Okay, we had two not so good match behind us. And when the moment is not so good, these unlucky goals happen. For example, last match we received two own goal. Today the first goal was very strange. But I believe after second goal, this calmed down our players and we could improve a lot in our match. Second half we play like Haladais. And this victory is very important for us to calm down the guys. Now we are first place again. But we must to work in hard because next three games will be very hard. We will play three times away from home. We play two times in Debrecen and one time in Beretu in small time. But I believe right now we show a little bit better. The moment could change. And I believe with hard training, we will come back to our best moments. Úgy véli, hogy nem vagyunk a legjobb formánkban, és amikor az ember nem tudja a legjobbat nyújtani, akkor fordul elő, hogy ilyen szerencsétlen gólokat kap, mint az elmúlt mérkőzésen a két öngól, illetve most az első gól is olyan furcsa volt, és talán a második kapott gól után sikerült annyira lenyugodnunk, hogy a helyén tudjuk kezelni ezt a mérkőzést. És ahogy te is mondtad, kellett ez a győzelem, hogy előre lendítsen minket, már csak azért is, mert nehéz meccsek lesznek most. Rövid időperiódus alatt fogunk sok meccset játszani, és talán az önbizalmunknak ez most majd ad egy löketet. Mindenképpen reméli, hogy az edzésen majd sikerül javítani a formánkon, de talán most ezzel a győzelemmel kibillenünk ebből az átmeneti negatív állapotból. Köszönöm szépen, és akkor folytassuk
Lux Bence Gáborral, a vendégek 99-es számú játékosával. Én úgy gondolom, hogy úgy kezdtétek a meccset, hogy a legszebb álmaitokban remélhettetek. Az első perc végén 1-0, a második perc végén pedig 2-1-re vezettetek. Csak hát akkor ugye még volt 38 perc hátra. Hogyan tudod a mérkőzés egészét értékelni veszprémi szemüvegen keresztül? Hát igen, sajnos ez nem egy sprint, hanem maraton. De abból kell kiindulnunk, hogy az első fél időben teljesítettünk. Ott sikerült megvalósítani támadásban, mint védekezésben is, amiket megbeszéltünk a mesterrel. És ezt, ha ki tudjuk tolni 40 perc, én azt gondolom, hogy akkor bárkivel föl tudjuk venni a versenyt. Én egy dolgot hiányolok egyébként a játékotokból, mert elnéztem, ugye, hogy az előző három meccsen 3 gólt rúgtatok talán? Most igen. Meg 2. A gólok száma nagyon kevésnek tűnik, pedig nektek olyan csapatotok van, amelyek azért rendre meg szokta szórni az ellenfeleket. A Hali ellen is már nem egyszer, nem kétszer lőttetek 3-4-5 gólt is. Hát sajnos igen, nagyon sokszor van az, hogy mire oda kerülünk a helyzetekhez, addigra nem tiszta a fej, nem tudjuk azt a megoldást hozni. Ez sok mindennek köszönhető. Hát ebben nagyon nagyot kell előrelépjünk, de remélem, hogy sikerülni fog. Oké, köszönöm szépen, sok sikert nektek is. És akkor folytassuk Knizs Olivérrel. Egy gól a mérkőzésen, magabiztos győzelem, kell lennél jobb mérkőzés? Már csak azért is gondolok erre, mert amit már említettem, nagyon furcsa volt kimondani a mérkőzés előtt azt, hogy a második helyen állunk, holott ugye az alapszakaszt tehát olyan szinten uraltuk, amire nem igen volt eddig példa. Igen, ahogy te is említetted, az egész alapszakasz során nem buktunk ennyi pontot, mint most két mérkőzés alatt. Ez mondhatni szinte traumát okozott a csapatnál. Szerintem ez volt érezhető az első 10 percben a játékunkon. Ezt követően felébredtünk, produkáltunk egy nagyon jó 10 percet az első fél időben, és utána leértünk az öltözőbe, kellett pár nyugodt szó, edzői biztatás. Elmondta Felipe, hogy mit kell jobban csinálnunk. És szerintem onnantól kezdve Mihály is kijöttünk a második félidőre, uraltuk a mérkőzést és magabiztos sikert arattunk. Meccsen nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon jó utánpótlás képzik és folyik Veszprémben, nagyon sok fiatal játékosuk van, de nálunk is. Az, hogy akár te, akár Vatamaniuk Barta Dávid ilyen sokat játszhat, együtt mondjuk egy Drót Zolival, egy Vas Ádámmal, de sorolhatnám a többieket is. Mennyit számít mondjuk a ti fejlődésetek szempontjából? Hát egyértelműen nagyon sokat, hiszen egy biztos pontot adnak a pályán, segítenek edzésen, mérkőzésen, minden szituációban, amikor tudnak. Úgyhogy szerintem ez kell ahhoz, hogy egy játékos fejlődhessen és ugyanazt a karriert bejárja, mint ők. Azt még, hogy ha ti fejlődtök a csapatra is, mindenképpen jó hatása lehet. Én köszönöm szépen valamennyiöttöknek, hogy a rendelkezésünkre álltatok itt a sajtótájékoztatón. Én a kedves nézőknek köszönöm a megtisztelő figyelmet, és akkor a végeredménnyel búcsúznék. Haladás Veszprém futszál 7-2.